előtt a vizes úton háromszor megpördült, majd hatalmas sebességgel egy családkocsiába csapódott egy másik autó Dánynál. Az apa azt mondta, a fia névnapját mentek megünnepelni, amikor a lejtőn lefelé száguldó autó beléjük csapódott. A fiú és az anya sérültek meg a balesetben, kórházba vitték őket. Ebbe a kocsiba rohant bele ez a másik Dánytól nem messze. Szemből ütköztek, mindkét autónak az eleje tört össze. Olyan hatalmas erővel karamboloztak, hogy ennek az autónak az első kerekei ki is törtek. Egy család ült a kocsiban, éppen egy pizzériába mentek vacsorázni, hogy megünnepeljék az egyik gyerekük névnapját. Az apa nyilatkozott a tényeknek, de kérte, hogy nem utassuk. Azt mondta, a felesége vezette a kocsit, amikor szemből beléjük csapódott a másik autó. Szemből a ennyi nedves úton, a lejtőn ezerre jött lefelé egy Volkswagen kombi, megcsúszott a nedves úton, és három driftelés után frontálisan nekünk jött egy a 80 km-es sebességgel. Az ütközés után az autók az út két oldalán az árokban álltak meg. Az anya és a 18 éves fia sérült meg a balesetben, őket a mentők szabadították ki a kocsiból. Az ütközés következtében két személy könnyebben sérült. Helyszínre Nagykáta, illetve Gödöllői hivatásos tűzoltók vonultak, ők segítkeztek a mentőszolgálatnak. A mentőszolgálat a két sérültet a kórházba szállította. Az összetört kocsikat autó mentő vitte el. Amíg helyszíneltek és a törmeléket takarították, a rendőrök teljesen lezárták az utat.